Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, ez a Hit Köznapok különkiadása. Király Tamás vagyok, itt a Hit Radio stúdiójában pedig német Sándor a hídgyülekezete vezető lelkésze. Szervus Sándor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nis köszöntelek, Tamás, köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, kulisszatitok, hogy már jó egy hónapja, vagy már egy ideje így próbálunk behívni a rádióba, és tudjuk, hogy elég sok a dolgod, de örülünk, hogy végre megérkeztél, és feltehetjük a kérdéseinket. Nagyon sok aktualitás, meg sok minden történik, úgyhogy készültünk bőven, és a hallgatók is küldtek kérdéseket, úgyhogy lesz miről bőven beszélnünk. 20 évvel ezelőtt indult el a Vidám vasárnap, és az, az, az hosszú idő, és uh, ugye 2001. december 9-én uh, indult el az ATV képernyőjén az az élő is tisztelet közvetítés sorozat, ami aztán folyamatosan tart, és a mai napig láthatják a hívők. Te hogy értékeled, miért volt fontos a Viden vasárnapnak a megjelenése? A legfontosabb célja az Isten igényének a hirdetése, eljutni az igével minden otthonban, minden családban, és megismerik az emberek azt, hogy mit mond az írás. A Jézus Kisztus haláláról, föltámadásáról, és megdicsőüléséről. Ez az alapcél, és természetesen célunk volt az is, hogy a hídgyűlökezetének a társadalmi tekintélyét erősítsük és építsük, de ezen túl sokkal nagyobb célunk volt az, hogy a magyar társadalommal megszerettetni az írást, a Bibliát. Ugye előtte. Néhány műsor erejéig kapott a gyülekezet a nyilvánosságban helyet. Az, hogy onnantól egy hetente jelentkező tévéműsorban szerepelhetett a hídgyülekezete, az hogyan érintette a közösséget, illetve érdekelne, hogy ennek az egésznek a víziója meg a koncepciója az, hogy alakult ki. Már a 80-as években megfogalmazódott bennünk, hogy szükségünk van kommunikációs eszközökre, újságokra, rádióra, könyvkiadásra. Álmunkban szerepelt, az álmomban szerepelt természetesen a TV való megjelenés is, vagy tévécsatornán való megjelenés is. Isten többet adott, tehát tévécsatornának a tulajdonossási jogát adott, adta a gyülekezetnek, meg részben nekem is. Ez 2000 körül vált lehetőségé, amikor az ATV-nek a volt tulajdonosa Cikó Gábor többször is fölkeresett és beszélgetett velem, és ajánlotta, hogy föltesz bennünket a, a csatornára. Műsoridőt ajánlott. Először műsoridőt ajánlott, én nagyon vonakodtam ezzel kapcsolatosan, mert azt hittem, hogy akkor ment a gyülekezet ellen nagy rágalom hadjárat, és azt hittem először, hogy hát ez egy csapda is lehet a gyülekezet számára, és hosszú hónapokon keresztül folyt ezzel kapcsolatosan a beszélgetések, egyeztetések és el is, elmondom, hogy például a Cikó Gábor mellett a Márkus József volt az, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy jelenjünk meg a TV csatornán, és fogadja meg a, a Cikó Gábornak a, 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 fel, a le, felajánlását, és így, ilyen módon elkezdtük közvetíteni az Isten tiszteletünket. Izgultál az első Viden vasárnap alkalmával? Persze, nyilvánvalóan, de ez úgy szokott lenni, ugye az izgalommal kapcsolatosan, hogy folyamatosan megy a küzdelem, harc, hogy a békesség, a nyugalom le uralja, legyőzze azt a feszültséget, ami ilyenkor a gyomorban. A belső részében az ember mellétrejön. Tényleg ezt hadd kérdezzem mert meg, hát mégiscsak hetente tízezrek előtt, meg ezrek előtt prédikálsz a virtuális térben, meg még több ember előtt, hogy egy idő után megszokja ezt az ember, vagy azért kiállni tömeg elé, az mindig jelent egyfajta izgalmat, meg kihívást. Igazából a kihívás nem a tömeg előtt való beszéd, hanem a réma. Tehát, hogy van-e üzenete az embernek, és az üzenetét tudja -e tolmácsolni milyen formában. Ez mindig újszerű, mert nincs egyetlen egy olyan hétvége, amely az előzőhez hasonlítana, mindig más. Úgy mondjam, a szellemi időjárás is gyakran az embernek a belső szellemi állapota is most nem jó rosszra gondolok, hanem mindig van valami, ami az embert más foglalkoz, vagy más gond, vagy teher leuralja. Tehát először az első legfontosabb dolog az ige hirdetésnél, hogy olyan személyes kapcsolat közösségbe tudjon kerülni az ember a Szentlélekkel, amely által a Szentlélek tud friss üzenetet adni, és bizonságot tud tenni a szellememben arról, hogy ez fontos és aktuális üzenet. Amikor ez megszületik az emberben, akkor létrejön egy, egyfajta Pozitív várakozás, izgalom, tehát jó izgalom, jó értelemben vet stressz, amely nem romboló, pusztító, hanem ösztönző. És akkor természetesen az előadására, a kifejtésére figyel az ember, hogyha megfelelő pihent állapotában van, állapotban van a lelkem, gondolkozásom, ehhez ugye megfelelő családi háttérre van szükség, amit hála Isten a feleségem, a jutka és a gyermekeim ezt mindig biztosították az elmúlt 20 évben is. És azért az elmúlt 40 évben meg folyamatosan volt üzeneted, meg volt rémed. Nagyon érdekes, amit itt az előbb mondtál, hogy amikor már megvan az üzenet, akkor az emberben van egy pozitív vállalkozás. Amikor már megvan, folytat folytatnám tovább, akkor olyan, mint egy harsziparipa. Pont ezt akartam mondani, hogy így visszafogja, így hogy van, Így van. Nále. Tehát akkor olyan, mint egy csata előtti uh -huh. ló, uh, alig várja, hogy hogyan kimondja. Gyakran az elején ugye a lelkesedés elvitte a, a taktikai, meg retorikai fogásokra való érzékenységét, vagy eltompította az emberben, tehát azért kell egyfajta higatság, hogy, hogy feldolgozza az ember saját magába az üzenetet. Az a legjobb, amikor az üzenettel kapcsolatosan már van vízió az ember szellemében, lelkében, akkor sokkal könnyebben tudja az ember tolmácsolni az üzenetet. Mennyire vagy híve az improvizációnak? Régen több improvizáció volt, természetesen, sőt, improvizációra épült az üzenetemnek a döntő többsége. Ennek vannak hátulütői, például az, hogy vannak olyan kiszólások, amit nem biztos, hogy az ember fél év múlva vagy egy év múlva örömmel vállal. Ezen kívül a szétszortság is megjelenhet, tehát nagyon függ a közösségnek az állapotától is. Ha a közösség tud figyelni és ikletett állapotba tud kerülni egy közösség, akkor ez működik ha a közösség nyomott állapotban van lelkileg, illetve szétszórt állapotban van, akkor visszahat a beszélőre, és maga a beszélő is szétszórt táválik, és az az üzenetében is megjelenik. Nagyon érdekes figyelni azt, hogy vannak olyan típusú prédikátorok, akik mondjuk ö, leírják, és, és, így egy az egyben mondjuk egy ilyen tankönyvi szöveget elmondanak, vagy más keresztény kévekből, vagy tartanak. tanításokból. Igen, és hogy nálad meg, amikor a predikációkat hallgatjuk, nekem most szerda Isten volt a legutolsó ilyen élményem, hogy mi mindig megdöbbenek, hogy ilyen, ilyen csomagokban adod át az üzeneteket, és hogy ez, ez, nem egy ilyen tankönyvi forma, vagy nem egy ilyen keresztény, tehát hogy mintha valahonnan máshonnan jönne tőled az üzenet, mint más igehirdetők esetében, akik akár nagyon kiváló igehirdetők, de hogy szerinted az mind múlik, hogy hogyan adja át az ember a mondatot? Elmondom egy szakmai titkot, én számomra jazzzenészek a minták, <laughs> tehát a jazzzenészek is használnak kötött kottát, <laughs> de viszont szabadságot vesznek arra, hogy különösen az adott előadásban a konkrét helyen és konkrét időben, hogy megváltoztatják, és jön be az improvizáció. Nem szabad az improvizációra, ezt tudom tanácsolni, akik ige hirdetés szolgálatának az első fázisába tartanak, ne a improvizációra tegyék a hangsúlyt, hanem először járatosnak kell lenni Isten beszédében, és utána kell az improvizáció képességet erősíteni. Persze, amikor tanulja az ember az Istennek az igényét, akkor is nagyon figyelni kell arra, hogy ne veszítse el az ember az improvizáció képességet, az ikletettséget, vagyis a kijelentésnek a vételét. Ehhez pedig uh, uh, arra van szükség, hogy folyamatosan imádkozzon, tartsa a kapcsolatot a Szentlélekkel, és uh, uh, az imájában is nyilvánuljon meg a Szentléleknek az ikletettsége. Volt már olyan, hogy úgy érezted, hogy fú, most ez az üzenet, ez nem ment át? Sokszor, persze. És akkor azt hogy éred meg saját magad, illetve a közösségére? Kudarzt. Igen? Frusztráltság. Uh, Frusztráltság lesz az ember lelkén, Nyilvánvalóan, ö, magába száll, feleségem vigasztal. <gül> <gül> nem is volt olyan rossz. <laughs> igen, igen. Ö, és kialussz az ember, és készül a következőre. És ilyenkor a következő, Isten figyelsz arra, hogy valahogy ellensúlyozza az előző rossz... Ö, nem, nem. Azt, mondja, azt, mondják, hogy azért bizonyos szint alá nem megyek. Tehát egy bizonyos, az fontos, hogy az általános színvonal, az kiszámítható legyen. Nagyon sokszor hogy nem a te készüléketben van a hiba, hanem inkább a fogadókészülékben, nem? Szóval, hogy, hogy milyen állapotban van a gyülekezet a közösség. Biztos, hogy az is befolyásolja az üzenetnek a minőségét. De visszatérve a vasárnapra, hogy ott azért a hídgyülekezetének a közösségége elé is egy nagyon új kihívás került, hiszen hétről hétre kamerák előtt kellett az Isten tiszteleti formát élőben gyakorolni. Hogy látod, hogy vizsgázott ebből a szempontból a gyülekezet? Mielőtt erre válaszolnék, azért el kell mondanom, hogy amikor a, a, ez a lehetőség megnyílott előttünk, az egy nagy küzdelem volt, mert a, a Cikó Gábor sokan fölkeresték, sőt, még pénzt is kínáltak neki, hogy vegye, vegye le, persze. El akarták hallgattatni a még meg sem született Videnvasárnap? Így, így van, hogy vegye le a, a képernyőről az Isten tiszteletünket. És nem tudom, hogy, mert hát semmi olyan pénzt, vagy akkora összeget tőlünk nem kapott, hogy rá lett volna, szóval le lett volna nekünk kötelezve, de kitartott. Sőt, még akkori kormány, akkor Fidesz volt a kormány, úgy hallottam, hogy azt is fölkeresték, mert nem a Fidesz kezdeményezte, hanem a Fidesz felé kezdeményezték, illetve kormányzati tényezők felé, hogy lépjenek. De korrektek voltak velünk, tehát Te nem... A, megkeresték a Fideszt, hogy állítsák... A le kormányzati a szinten Aha. legalábbis így mondták nekem akkor, de korrekt volt, korrektek voltak, s, s, tehát a kormányzati szinten nem történt semmiféle administratív akadályoztatása annak, hogy a hídgyűlekte Én Mi ettől tartottunk, mert én azt mondtam a, a, a többeknek, hogy hát há, 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 ha, csodálkoznék, hogyha a Fidesz nem vetetné le a vidám vasárnapi Isten tiszteletet, és nagy meglepetésünkre nem ez történt. Néha talán egy-két kritikus kiszólás volt a vidám vasárnappal kapcsolatban, de nem is a Fidesz részéről elsősorban, hanem inkább ilyen különböző hortista nézeteket való persze. emberek részéről. Viszont nagyon nagy társadalom. De szokatlan, a... szokatlan műfaj volt maga, a ülekezte. Igen. Maga a zene része szokatlan volt, ahogy beszélek, meg amit mondok, persze. Hogy egy lelkész kérdésekre válaszol. Akkor, igen, voltak a kérdésekre való válasz. Tehát ez a keresztény világon belül is, ugye figyeltek, de viszont meglepetésünkre több olyan levél érkezett az első években, a, 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 amely bocsánatkérésről szólt, hogy bocsánatot kértek tőlünk, hogy bennünket támadtak, meg rossz dolgokat állítottak runk, nem gondolták volna, hogy a hídgyülekezete ilyen közösség, és azt gondolom, hogy elkezdődött a hídgyülekezetének a társadalmi megítélésében a pozitív változás. Igen, mert ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ugye 98-ban költöztünk be a hitparkba, illetve utána, vagy abban az időszakban történt egy szakadás, illetve egy lejár, egy hát szakadásnak nem is lehetne nevezni, tehát páran kiváltak a hit Hát volt egy, igen, tehát nem csak, az nem csak egy házi hogy mondjam, feszültség és vita volt, mert kőkeményen beszállt a média. Tehát, hogy egy lejárató kampány. Így van. Volt. Szinte mind a két oldal. De többnyire balliberális oldalon, és ez volt számunkra kellemetlen meglepetés, balliberális oldalon álló sajtótermékek hozták le a velünk kapcsolatos legtöbb negatív cikket és utána ugye megjelent egy könyv a híd gyülekezetéről, de nem csak, nem csak Magyarországon, hanem a világ minden tájára küldtek személyemet és a gyülekezetet rágalmazó leveleket. Keresztény vezetőknek? Keresztény vezetőknek, barátaimnak. Például az egyik amerikai barátom mondta, hogy elkezdte olvasni, de annyira sötétnek ítélte meg, hogy azt mondta, hogy ezt a levelet nem olvassa el, ez nem lett igaz. Derek prince is, amikor itt volt 2001-ben, a piszterék üzentek neki, hogy szeretnének vele találkozni a szállodába, de elhajtotta őket, nem volt hajlandó velük találkozni, mert már volt a tapasztalatuk, hogy milyen szellemmiség energizálta őket, a így ülekletével, személyemmel szembeni felkelésben, és nem volt hajlandó velük találkozni. Tehát a német vezetőknek küldtek szinténi levelet. Tehát egy, egy eléggé összehangolt, minden területet érintő lejárató akció is volt ellenünk, ami azért nagy szervezettségre is így utalt. Sajtóhadjárat ezzel párhuzamosan pedig a vizsgálatok. Azok önkelége. is, így van. Plusz ugye előtte záródott le a Jeruzsálemi konferenciával kapcsolatos vizsgálatok, amelyek már 96-ban mentek, mert elképesztő módon viselkedett velünk az akkori eh, izraeli nagykövet, már a magyar nagykövet. Igen. Hát beszélték le az izraeli politikusokat, hogy ne jelenjenek meg a fogadásunkon. Aztán. És utána eh, pedig a. a, a Partnerünket, akivel együtt rendeztük a Jeruzsálemi konferenciát, annak a, 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 a szervezetnek a vezetőjét, Rehovotnak e, 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 nevezték azt az utazási irodát, annak a vezetőjét többször is a magyar nyomozói szervek a Tel Avivi Magyar Nagykövetségbe behívatták és kihallgatták Üha. velünk kapcsolatosan. Ekkor a port kavart a Jeruzsálemi konferencia, vagy az volt a probléma, hogy a hídgyülekezete szervezi? Nem Izraelben, hanem De a magyarok magyar, kevarták magyar ezt a port. Uh -huh. tehát egy -egy, Pedig akkor barát, még valóldali hát baráti volt. tűz volt ez. Tehát És körülbelül 97 vagy 98-ban kaptuk akkori pénzügyminisztertől a levelet, a megyesi Egyesi Pétertől, volt. aki tájékoztatott bennünket, hogy a vizsgálatot lezárták, és mindent rendben találtak. De Tetszik nagy presszió alatt álltunk akkor is. Tehát ezek ez a nyomás, ez valóban... Talán a Jeruzsálemi konferenciának a, konf, a, a szervezése ideje alatt kezdődött el, és ez yeah. végig tartott. 2001-2002-ig, illetve hát zajlik most is folyamatosan. Igen, csak pont arra gondoltam, hogy a te életedben az egy nagyon intenzív időszak lehetett, hogy ilyen a 90-es évek közepétől nagyjából ugye a Budapest sportcsarnokban rendszeresen konferenciákat rendezni, ahol fulltelt ház, tehát rengeteg ember, akkor közben elindult a hitparknak az építése, közben zajlanak a lejárató kampányok, a gazdasági vizsgálatok és egyebek, és még mellette akkor egy heten a jelentkező élő televíziós műsort kell szervezni, és mindez nagyjából egy ilyen 5-10 éven belül, ami más ember esetében egy egész életen át is sok. Azért szeretném megjegyezni azt, hogy a 90-es évek elejétől ment a gyülekezet ellen a kampány. Hát ezért ugye nekünk a, a rendszerváltás utáni kormányok közül legrosszabb viszonyunk az Antal József kormányzatával volt. Mi úgy éreztük, hogy Antal és a miniszterei nagyon rossz indulattal viseltetnek irántunk. Volt ennek Tordjál, József úr azt is mondta nekem személyesen, hogy állítólag azt mondta a miniszterelnök, hogy Magyarország legkártékonyabb szervezete, hídgyülekezete. Lehetett ennek személy sokat? Te például Antal józsef találkoztál be. Nem mit? soha. Vagy ő a történész és tehát saját politikai stílusának megfelelően alakította így ki ezt a véleményt. Nyilván nem tudok erre válaszolni, hogy mi. Én nekem a feltételezésem az, hogy ő egy erős katolikus dogmatika alapjánra épülő eszmét, vagy keresztény eszmét Referált, és erre szerette volna fölépíteni a jobboldaliságot, és természetesen az a jobboldaliság azért ez más volt, mint a mostani jobboldaliság jelentős különbségek volt. Meg azt mondhatod, hogy a 90-es évektől indultak el a távodások, de valójában ezek már a rendszerváltás. Hát, ez a az egész éles, Nem tudok olyan időszakot mondani, hogy hogy húzamosabb ideig, leszámítva egy-két heted vagy egy két hónapot harc nélkül tudtam volna leélni, tudtam volna élni. Ez körülbelül ez a háborúság olyan 1976-tól kezdődött. Na akkor hadd kérdezzek egy érdekeset, mert az jutott ö, így eszembe, hogy tavaly ilyen kortájt is beszélgettünk, akkor éppen a halál híredet ö, terjesztették. Tavaly előtt ilyenkor is beszélgettünk, akkor volt a jóga botrány, hogy, és ö, előtte is volt, hogy ö, ebben a november-decemberi időszakban miért mindig ilyen húzós, vagy, vagy csak én érzékelem, mi ide, hogy nem, mint, mint nem, 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 nem. 80-as évek elejétől azt tapasztaljuk, hogy karácsony előtt intenzívé válik a gyülekezettel szembeni, illetve személyemmel szembeni támadások. Ezt le be lehet bizonyítani újságcikkekkel, különböző lejáratok kampányokkal, nem tudom mi, de azt gondolom, hogy ez teljesen biblikus, hát Jézus, nem akarom Jézushoz hasonlítani magamat, de többnyire ünnepnapokon szokták, szoktak ilyen csaták a sor kerülni. Nyilvánvalóan a bosszú és az irigység, által motivált emberekben jelentős szerepet játszik a lelkükben, hogy elrontani ennek a sötét gazembernek az ünnepét. De szerinted ez tudatos? Hogy ne De szerinted ez tudatos részükről, vagy, vagy természetfölötti okok miatt rendezik így, hogy itt a november... Nézd, az irítség az nyilvánvalóan ajtót nyit természet sötét erők előtt, és hát sok mindent nem tudnak megbocsátani. Mindjában, most én a vallásos világról beszélek, mert igazából az utóbbi években többnyire, és ráadásul nem is nagy egyháziakhoz tartozó személyekről beszélek, hanem úgynevezett kis csoportokkal, evangéliumi kereszténységhez közel álló csoportokról beszélek. Tehát én úgy érzem, hogy az egyik fő energizáló erejük az irítség, Egyrészt nem tudják megbocsátani az, hogy ilyen hosszú ideig, hogy mondjam, szereplünk, Tehát, hogy élünk, és, és tömegeket vonzunk, és a társadalmi befolyásunk jelentős, és ezt ráadásul a szocialista kormány is, az előző kormány is úgy, ahogy a tudomásul vette, és a Fidesz kormány is ezt, elfogadta és tudomásul vette. Ha már ezeket a kisegyházakhoz kötődő, de talán nem is hozzájuk tartozó, hanem így magukat kereszténynek való embereket említetted, akik egy korona híd gyülekezetébe jártak, hogy azon gondolkodtam, hogy mondjuk ha ők elköszönnek, az akár még teljesen érthető is lehet. De hogy az miért van, hogy valaki még húsz év múlva is napi szinten, vagy sőt, óráról órára, vagy tehát hogy szerintem lehet, hogy mi nem hallgatunk annyi hitgyülekezetéhez kötődő hanganyagot, meg terméket, mint ezek az emberek, és folyamatosan minden lépésünket figyelik, megírják, elemzik, miközben ők élhetnének egy hitgyülekezetén kívüli boldog életet. És ez, és ez teljesen érthetetlen számomra. Hát nehezen értelmezhető. És azt gondolom, hogy ilyen jelenségek többnyire vallásos világban találhatóak. ehhez egy nagyfokú megszállottság is szükségeltetik, valási gyűlölködések, de újra mondom, az egyik mozgató erő nyilvánvalóan az irítség és a frusztráltság. Hát én számomra sokszor ez azért mulatságosnak tűnik. Nyilvánvalóan ezt a világot nem ismertem, igazából 80-as években már láttam ennek az előjeleit, de igazából ez számomra a rendszerváltás után és főleg a ezredforduló után vált egyértelművé, hogy hát elképesztő ostobaságokkat lehet hallani szakadároktól. Tehát mert különbség van az elvállás és a szakadármozgalom között. Az elvállás, ugye ilyenek vannak, tehát hogy munkatársak elválnak egymástól, és a elvállást vita előzi meg, semmi probléma nincs, és nem is érdemes kriminalizálni, vagy illetve demonizálni, hogy amikor keresztény vezetők vannak között, nézeteltérések, feszültségek, viták, ezt még az Abcselbe is olvasjuk, akár Pál Barnabás körül volt Pál és Péter között is feszültség. Abcsel 15-ben látjuk, hogy a judaizáló keresztények és a pogány háttérből levő keresztények, hogy hogyan csatlakozzanak és épüljenek be a, a ekléziába. Akkörül is vita volt, vezetői szinten is ez a vita megjelent. Később is látjuk a pálapostónak a leveleibe, hogy ezek a viták zajlottak. De hát a most azt látom ezekbe a körökbe hogy tulajdonképpen normális vitákat és feszültségeket igyekeznek utólagosan feltüntetni mint egy ilyen demonizált eseményeknek amit nyilván kriminalizálnak is hogy mi is oda szörnyű dolog történt hát nem volt a hitgyűlegtében soha verekedés a anyázások káromkodások az, hogy voltak viták, és a viták következtében voltak feszültségek, ezt én teljesen normális dolognak tartom. Én részemről mindig igyekeztem ezt feldolgozni, és ezen túllépni, és keresztényi módon reagálni erre. De akkor nem kell túlpörögni a vitát, vagy így, így végletesíteni, hogy te jóig vitatkoztunk, most biztos összeomlik minden, és ez már nem az úr munkája. Többnyire a szereplőkkel, most nem kire utalsz, vagy kire gondolsz, talán ha konkrétizálod, akkor jobban el tudom mondani, hogy többnyire a szereplőkkel, akivel voltak nekem vitáim, azokkal mindig rendeződött a vita, megbeszéltük. Az, hogy 20 vagy 30 év után valaki erre a témára visszatér és sértődöttem, beszél róla, az már nem az én problémám annak a problémának már én nem vagyok a része. Egyébként nem gondoltam most kivételesen senki konkrétra, hanem hogy nagyon sokszor az emberek az egyházon belül megijednek attól a szótól, hogy konfliktus, vagy nézeteltérés, vagy vita, de hogy akkor ez nem egy, egy ilyen végzetes dolog, hogyha egy egyszer... Tamás, kérdezek tőled valamit. Soha nem vitatkoztam még a feleségeddel? De, de, de. Pedig fiatal házas Igen, vagy. igen. Hány éves vagy? Hány éve? Két vagy? éve, szeptemberben Málátod. vagyunk két éve. Ha tőlem megkérdezed, én se tagadom le, hogy De az nem, nem, nem voltak vitáink. Még azt is mondom, szenvedélyes vitáink is voltak. Azt mondom, hogy az intellektuális élmény, nem? Van, ami intellektuális élmény, van, ami inkább érzelmileg kifárasztott. Szóval, hogy és, kellett... és, és, olyan is volt, hogy a, a, vitának már csak az volt a második, vagy a befejező szakaszában ön cél volt, hogy ki az utolsó szó. Igen. De nem szerintem jó, hogy a házasságot is idehozzuk, hogy ö, vannak műsoraink, és Meg érkezzen... a családon belül. Igen, hogy érkezzen... hát most a, a, családon belül a gyermekeddel, ugye nyilván kiskorú gyerekekkel nincsen, de egy nagykorú, gyerekek, igen, is van. Igen. És ha valaki megkérdezi, volt-e vitám a sziládról, akkor azt mondom, igen. Az lenne gyanús, ha nem? Persze, hát miért? Miért ne? Hát neki is van elképzelése a dolgok vagy volt elképzelése a dolgokról. Különösen a akkor szokott lenni vita, amikor a szülők nem veszik észre, hogy a gyerekek már felnőttek. Mm. És még gyermekként bánnak vele, én nálam is volt ilyen, és nyilvánvalóan ő megköveteli azt, hogy felnőttként bánjanak vele, és felnőttként beszéljenek vele. Jó, hogy ezekről beszélünk, mert kapunk. És ilyenkor a kapcsolat át, átmegy egy fejlődés szakaszon, Igen. dialektikusan. <laughs> Tehát látszatra úgy tűnik, hogy válság, de valójában egy fejlődési folyamaton megy keresztül. Szóval azért jó, hogy erről beszélünk, mert kapunk ilyen leveleket házasoktól, hogy te jó ég vitatkoztunk, és hogy most akkor... Meg kell bocsátani és le kell szűrni, hogy intelligens embereknek le kell szűrni ebből a tanulságokat, és meg kell, le kell szűrni belőle, hogy mi az, ami testi volt benne, mi az, ami, amit fontos volt, hogy, hogy kijöjjön probléma, és azzal kapcsolatosan meg kell keresni, vagy találni a, a, választ. Ha nem tudja az ember, akkor az Istentől kéri meg, meg imádkoz az ember, úgy mondja, ezt szoktuk mondani, vagy egy tapasztalt idősebb Keresztényel vagy pásztorral, lelkészsel megbeszéli. Hogy Na. segítsen feldolgozni. Segítsen feldolgozni egy nagy veszekedést. Na akkor, ha már így belemegyünk a történelembe, hogy azt azért érzékelni, hogy az utóbbi időszakban mások is megpróbálják írni a történelmünket, és akár olyan állításokat is megfogalmaznak, amik hát erősen kérdéseket vetnek fel, és én arra gondoltam, hogy most feltennék egy-két olyan kérdést, ami miatt majd lehet, hogy ránk komlik a mennyiség. De mielőtt belemennél, hadd, hadd mondjak, hogy ez zene a fülemnek, mert úgy gondolom mi írjuk a történetet, mi csináljuk a higgyülektének a történetét, és az, hogy már próbálják Kívülalók, kívülvalók, vagy kiszakadt emberek, akiknek már sok közük nincs a hídgyülekezetéhez. A hídgyülekezetnek a történetét értelmezni, ez azt mutatja, hogy sokan már meg tudnak belőlünk élni, illetve olyan téma hídgyülekezte, hogy a, a figyelmet magukra tudják hívni azáltal, hogy akár negatívan, de többnyire negatívan foglalkoznak a hídgyülekezetével. Tehát ez, ez igazából a hídgyülekezének a tagjainak Örömmel kell fogadniuk, és hálát kell adni Istennek, hogy hogy ideig eljutottunk. Akár örömmel is lehetne fogadni, egyébként a legtöbb az tényleg megmosolyogtató, viszont időnként, mivel az internet nagy, mi meg, ja, és még egy dolog, hogy... Én nem vagyok fogyasztója, de azért, azért valószínű, hogy nem olvastam egyiket sem, mert nem olvasom el, de azért tett fel, azért, csak azért szólok, hogy konkrétan tett fel a kérdés, hogy tudjam, hogy miről van szó. Én meg azért vagyok kicsit nehezebb helyzetben, mert a feleségem kérésére az elmúlt hetekben bőjtött tartottam az ilyen olvasásokkal kapcsolatban, de most készültem. az első ilyen téma az az, hogy, és ez egy kicsit komolyabb, és talán ezért is nehéz erről, de igyekszem. <laughs> Neked lehet, hogy, mondjad. Hogy 25 évvel ezelőtt hunyt el Uzoni Péter, aki ugye a hídgyülekezetének elnöke volt, Igen. nagyon sokat tett a hídgyülekezetért. És az elmúlt időszakban hát ilyen vérvádat fogalmaztak meg veled kapcsolatban, miszerint te felelsz Uzoni Péternek a haláláért, ő a halála előtt ki akart ugrani a hídgyülekezetéből, nektek személyesen megromlott a viszonyotok, és, és ilyen dolgok hangoznak Ez szóval a, hogy van ez? mese. Rövid, egy, egy szó, szóval egy szóval tudok válaszolni, de következőt tudom mondani ezzel kapcsolatosan, hogy pontosítom az információdat, ez a vád körülbelül 25 éve fogalmazódott meg először, akkor is mosolyogtam rajta, semmilyen lelkismeret nem volt, ezekkel a váddal kapcsolatban sem is tartottam érdemesnek, hogy erre egyáltalán válaszoljak. A Péterrel rendezett kapcsolatom volt, és a közvetlen elköltözése előtt is magához hívott. Együtt imádkoztunk, elmondta például a látomásait, hogy álmában mi jelent meg, és akkor nehezen értettem meg, hogy miről beszél, de elmondta, hogy a gyülekezetet milyen, azt álmodta, milyen nehézségek fogják érni, és pontosan azoktól az emberektől intett meg a Péter, hogy vigyázzak, legyek óvatosak, akik utána a rövid időn belül megcsinálták a bajt a hídgyülektével. Mivel, hogy lázas volt a Péter, és nagyon súlyos állapotban volt már akkor, Tisztelettel hallgattam, amit mondott, de nyilvánvalóan volt bennem egy olyan gondolat, hogy talán a láz álomnak a képei, és biztos, hogy keveredtek ilyen képek a, a valóságba, de tényleg volt valami látomás a előtt. Tehát a Péterrel én békességgel és szeretettel. Búcsúztam el akkor, akkor már nyilvánvaló volt, a Péter számára is el fog költözni. A betegség nagyon rövid idő alatt ö, ö, folyt le, egy nagyon agresszív ö, rákbetegség támadta meg. Először azt mondta nekem, hogy nem tud jönni egy programra, mert el kell menni egy orvosi vizsgálatra neki. És az orvosi vizsgálatnak már az volt az eredménye, hogy nem, nem tartották az a, a orvosok érdemlegesnek, hogy beavatkozzanak, mert olyan kiderült, hogy olyan előre haladott a rákbetegségben szenved. Mi segítettünk neki, hogy elküldtük a diagnózist uh, uh, Izraelbe is, hogy véleményezzék izraeli szakemberek. Kifizettük volna az izraeli gyógykezelését, de ugyanezt a választ kaptuk. Utána Segítettünk, hogy a Beni hinnek volt akkoriban egy Buda, magyarországi, nem magyarországi, bármilyen európai turnéja. Most nem tudom, Londonba vagy Rómában lépett fel, a Péter elment, és elkísértett egy testvérünk, és a kértük előre megbeszéltük a minisztrivel, hogy a Péternek adjanak megfelelő helyet, és részesítsék, fogadják, és a Beni pásztor imádkozon érte. Szintén ez megtörtént. Megérintette a szentlélek, a Péter bizott is benne, hogy meggyógyul, de sajnálatos módon az, jött is rövid időn belül el is költözött, súlyosbodott az állapota. Ezzel nem a beni hint akarom hibáztatni, nehogy félreértés legyen. Tehát a, a, a Péter az egész betegsége ideje alatt a, a velem és a gyülekezet vezetőivel a Petrus laci és másokkal is, a Mészoros Istvánnal is, mindenkivel tartottak kapcsolat, teljesen normális rendezett kapcsolata van. Ezt senki nem hiszi el a vezető, a, a vezetői közül ezt az állítást. A, ahogy mondtam, persze Péterrel és másokkal is, le, mert nagy vitáink nem voltak, nyilvánvalóan, hogy nagy stressz és, és nyomás alatt volt a, a Jeruzsálemi konferenciának az előkészülete. A Jeruzsálemi konferencián főszereplő volt a Péter, nagyon-nagyon hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen ö, ö, került megrendezésre a Jeruzsálemi konferencia. Mindenben támogatott, én nem tapasztaltam sohasem, ö, hogy... Velem kapcsolatosan vannak észrevételei, megbeszéltük ezeket a gyülekezet vezetésével. Főleg egy olyan ügy, amit én kértem tőle, hogy segítsen megoldani, mert én nem, nincs időm vele foglalkozni. Az egy váci pásztói ügy volt, ha jól emlékszem. Ő ezt az ügyet tanulmányozta, és azt tudom, hogy nagyon nyomasztó volt számára, mert mondta nekem, hogy nem, 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 nem nincs hite, hogy ezt meg lehessen oldani. Tehát ez egy olyan problémát látott ott. És hát később kiderült, hogy ez igaza volt, azt a problémát mi nem tudtuk megoldani. Azért is volt fura ez az egész vád, mert én hat éves voltam, amikor a Péter az úrhoz költözött, és ott volt egy istentisztelet, amit én szombathelyen voltam, akkor még mégis levetítettek nekünk, és én még olyan állapotban téged nem láttalak. Tehát, hogy te ott egy megviselt embernek tűntél, nem úgy, mint aki éppen boldog, hogy az ellenségétől megszabadult. Tehát, hogy Am téged érintett személyesen. A, a teljes, a, a két család között, a német és a húzani család között nagyon szoros volt a kapcsolat, tehát szinte együtt nőttek fel. Én át továbbra is az üzeni családnak teljes támogatója voltam a Péter elköltözése után. Nem tudom, miről beszélnek. És ez most is így van. Persze. A... Tehát én azt gondolom, hogy egy mentális sérülést használnak föl, és ez nagyon visszataszítónak és elfogadhatatlanak tartok, hogy a mentálisan sérült családtagot használnák föl arra, hogy ilyen dolgokat kimondatnak vele. Ugye az is elhangzott ebben a történetben, hogy állítólag te beléptél egy szabadkőműves páholyba és tudom, hogy ez elsőre megmosolyogtató, de ugyanebben a ö, kommunikációs részben volt, hogy megüzenték, tehát hogy elmentél egy vezetőségi értekezletről valakikkel tárgyalni, mert megüzenték neked, hogy a gyülekezet ellen lejára, leállítják a lejárató hadműveleteket, mondjuk ez nem valósult meg. Hogyan? mi csinálta? hogy megüzenték neked, hogy leállítják a gyülekezet ellen a lejárató hadműveleteket, ha vagy a katolikus, vagy a szabad kőműves páholyhoz csatlakozol. És mivel a katolikus egyházból jöttél, ez ezért akkor te úgy döntöttél, hogy a szabadkőműves páholyhoz csatlakozol. Nem nem, 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 soha nem voltam ilyen helyzetben, soha nem voltam ilyen találkozó, nem tudom, hogy ki álmodta ezt, és ki volt ilyen helyzetben, én biztos, hogy nem. Semmilyen titkos szervezetnek tagja nem voltam, se, se uh, uh, szabadkülves mozgalomnak nem voltam a tagja, nem is leszek, se uh, titkos szolgálatoknak. Egyedül másból, vagy két évig voltam az SZDSZ-nek a tagja. Volt elhivatalosan? Hát még ügyvívő is volt, ügyvívő tanácsba is voltam, persze. Mert aktívan részt vettünk az SZDSZ-nek az alapításában. Most nem tudom, hogy azt megbánjam, vagy ne bánjam. Én azt gondolom, hogy abban az időben ez helyes lépés volt, és a gyülekezet számára is előnyel, haszonnal járt, mert a gyülekezet még nagyobb bajba és nehézségbe került volna, hogyha nem kaptunk volna egyfajta. Hát ilyen módon mondom, hatalmi védelmet, tehát igazából ez nem volt védelem, de mégis ez a látszat fennállt, és nyilvánvalóan ennek köszönhetően, hogy aktívak voltunk, együttműködtünk, a rendszerváltatás nem volt olyan tüntetés a, a kommunista rendszer ellen, ahol a hídgyűlögtének a tagjai velem az élen, ne vettünk volna részt akkor például még a Bartus ifjú kommunistaként a MSZMP-nek az egyik üdvöskéje volt, és az egyik alapszervezetének a vezetője. Ez Nem. akkor bizonyított állítás, a Bartus, hogy? Ez akkor bizonyított a MSZMP volt. És... Persze, kommunista volt ő, most is az. úgy látom. Azt bizonyítják az, Tessék? írás, azt bizonyítják az írásai. Ha írása bizonyítják. Ez a véleményünk mielőtt még. Ez hát, a, igen, hát, hogy a hálózathoz tartozik. Ö, azért ezzel is óvatosan, mert ha már a bartust említettem, Mert hogy... a párt is lehet hálózat? Igen, tehát én egy én. pártnak a tagja voltam, és alapítója voltam, az SZDSZ. Most a 91-92-ben vagy 92 -ben léptem ki. Kiléptél hivatalosan, tehát hogy így? Igen, mert hát én nem soha nem akartam, mert azt mondják, hogy hátulról akartam, a mináncsként befolyásolni a dolgokat. Igen, persze, hogy uh, volt lobby tevékenységünk, és érdekérvényesítés. is. Azig az igaz, hogy te az szdsz nek a nevét? Igen. Na, ez így lehetett uh, hallani. Tehát, uh, és a téhez uh, tartozó személyek közül, ugye ketten kerültek be az első parlamentbe, a Mészáros István és a Hak Péter. Ha a kapcsolat csak azért, hogy legyen hogy a közvet, 92, 93, 94-ben már távolodtunk el, de nyilvánvalóan ez az eltávolodás az egy belül volt, nem akartuk ezt mi kifelé kimutatni, illetve Péternek volt egy beszéde, amikor a, azt hiszem, 96 körül lehetett, vagy 95. Nagyjából a tocsik ügynél, nem? Kérem? A, nagyjából a tocsik ügynél volt az, hogy ki kell lépni a koalícióból. Igen, hogy meg... ki kell lépni. Tehát azt ránk varták, valóban az volt a véleményem nekem is, hogy talán az SZDSZ-nek nem is kellett volna belépni, meg ki kellene lépni ebből a koalícióból. Na, ha már Bartus Leszlót említettük, azért szerintem ezt a műsort ne szálljuk rá, mert annyira sok figyelmet nem érdemel. Mindig mondják, hogy miért foglalkozunk annyit a Bartusra, de ja, igazából alig is foglalkozunk vele, így évente egyszer de hát összegyűjtjük Azt, a azt állítottad, csomagot, és, hogy, hogy történelmünket akarják hamisítani. Hát az egyik legnagyobb történetírónk, önjelölt, ő. Szóval, hogy Bartus László most egy kicsit úgy örülni látszik amiatt, hogy ugye a bíróság úgy döntött, hogy Bartus Lászlót, aki ezek szerint ugye az MSMP alapszervezeti vezetője volt, tehát hogy őt nem lehet ügynöknek nevezni. Mezőgábor Mező Gábor kutató újságíró volt itt néhány nappal ezelőtt a Hit aki akivel pont erről beszélgettünk, hogy mi a helyes és megfelelő kifejezés? Ő is azt mondta, hogy a hálózati ember kifejezést érdemes azoknak használni, akiknek az életútjuk azért számos olyan elemmel gazdagodott, amelyek, hát nyilván nem lehet, tehát hogy nyilván nem ügynök, ugye akkor, mert ugye a bíróság ezt mondja. Szóval viszont az egy fontos dolog, hogy a bíróság ítélete alapján nem kell bocsánatot kérni. ez, ez a, a másodfokú ítélet. Tehát ez, ez azt az jelenti, az hogy semmi olyan dolgot én nem állítottam, amiért bocsánatot kellene kérni. Erről bizonyítani nem én lehet. Én ezt mondom, hogy semmi olyan uh, dolgot nem állítottam. Tekintettel arra, hogy a jogrend és a, a mostani hatályos jogszabályok olyanok, hogy uh, a régi rendszernek az embereit, Akár kommunistákról, akár ügynökökről, vagy hálózathoz tartozó emberekről van szó, jobban védi, mint azokat, akik ezekkel kapcsolatosan kutakodnak, vagy állítást fogalmaznak meg. Ezért többnyire az ilyen jellegű állításokat a bíróság most tényállításnak veszi. Más esetekben, más ügyekben azt látom előszeretettel, és én nem bánom úgy igazából. Hogy vélemény nyilvánításnak minősítenek tényállításokat is, ilyen ügyeink is Veled voltak. Is. Meg voltak győződve az ügyvédeink, hogy tényállítás van. Nagy meglepetésre a bíró vélemény nyilvánításnak minősítette, és ugye teljesen más a, a, a megítélése egy vélemény. És én is hangsúlyozom, és a véleményszabadságnak a híve vagyok, annak ellenére, hogy keresztényként ugye mindig le kell mondani az embernek bizonyos vélemény szabadsággal való élésről, és le is mondok, ezért vagyok visszafogott sok esetben azokkal az emberekkel szemben, akik általában idézett mondatokat, vagy badarságokat, hazugságokat állítanak, mert nem akarok ilyen szabadsággal élni, hanem Próbálom továbbra is a számat megőrizni az igazság hirdetésére. Azt látjuk, hogy azért így a történelem hamisításban, illetve a történelem, tehát a gyülekezete és a személyednek a történetével kapcsolatban kering egy csomó alternatíva. És egy kicsit most úgy tűnik, mintha bizonyos embereket nem a tények érdekelnének hanem ilyen, ilyen vallássá kezd válni a hídgyülekezete ellenesség, meg a német Sándor ellenesség. Hogy igen, ennek, igen hogy, hogy az egy ilyen összetartó erő, nem sok embernél, de látom, hogy a közösségi médiában is akkor így bedobnak valami gumicsontot, akkor azt hárman, négyen, öten, de ugyanazok a szereplők, vagy még pár kamuprofilról is így megbeszélik, rágódnak rajta, hogy, hogy és, és hiába most is ugye elmondtad a tényeket, meg majd még kérdezek, nem, nem fogják fogja megváltozni. Hogy, hanem, hogy, hogy ők, ők, attól függetlenül meg vannak győződve, hogy ez, tehát, hogy, hogy miért van ez, hogy, hogy, ez, ez vallássá vált? Mert szerintem vallássá vált. Nyilván a, mondom, nem szívesen megyek be, mert többnyire a magánéletüket ismerem. Azt is tudom, hogy mi közvetlenül a problémájuknak a oka, és miért kerültek ki, némelyekről állítom az Úrnak a kegyelméből. És az ilyen keresztényekről, vagy posztkeresztényekről állítja pontosan a názati Jézus Krisztus azt, hogy elveszítik a sót, és nem jó semmire. És ezek legtöbbször marakodással próbálják felhívni magukra a figyelmet, és a közösségi oldalak erre kiválóan alkalmasak, hogyha valaki minden területen fuszrált volt, a közösségi oldalak látod, hogy hogy működnek, és az egész világ méretekben, minden területen, nem csak a vallás területén, a művészet területén, politika területen, gazdaság területen, egészségügybeteség. Vírus, Vírus Ví ho oh, az, az a oltás, az, a, az külön kiemelt ángazat, tehát a kommunikáció el, teljesen el van torzulva. És nagyon sok Ember igyekszik visszavonulni ebből az űrzavalból, káoszból, többnyire szakemberek, a kóklereknek, meg a sarlatának is ott marad egy hatalmas nagy tér. És azt látják, hogy például egy gyógyszeripar, vagy gyógyszergyárnak a vezetőjének a feleségéről azt állítják, hogy az oltástól meghalt, akkor tudják, hogy egy ilyen bombasztikus állításra vagy százezren fognak, vagy millióan fognak rá kattintani. És látják, hogy hogy működik. És ez van a hídgyülekezetével, is. és, és ha az, a címület, és hogy Ezért, ezért sárhidon... magyarázom azt, hogy hát tulajdonképpen valahol örülhetnénk ennek, hogy ezek az emberek, akik eddig soha nem tudták magukra figyelni, felhívni a figyelmet magukra pozitív építő munkával, azzal, hogy acsarkodnak, hogy belekötnek emberbe, és azt állítják, hogy hú, a német Sándor az nem olyan, nem tisztességes ember, hanem tisztességtelen ember, nem becsületes ember, hanem szélhámos ember, nem az igazságot hirdeti, hanem hazug ember, nem az Isten áldja meg, hanem egy megrögzött tolvaj, stb. Tehát, ha ezeknek az állítások, ezekkel az állításokkal, igen, ma, ahogy működik a közösségi oldal, amilyen mechanizmusa van, és belső logik, filozófia, vagy ami működteti, nem filozófiának nem mondanám, azt tudják, hogy, hogy egy házasságtörés, vagy egy kudarcos keresztény tud magára hívni figyelmet, és ráadásul olyan boldogság, kompenzálás él át, hogy lám-lám, ő az ő üzenetére is, nem csak a német Sándor meg x Fisztonnak az üzenetére, hanem az ő üzenetére is figyelnek. Lámlám -lám már néhány száz, néhány ezer hallgatója vagy nézője van. Igen, és a számok így meg tudják vadítani. Meg, hát még különösen, hogyha otthon nyomkodja magáét. <laughs> 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 Igen, hogy? Vagy megkér 5-6 barátját. mondják hogy a pszichológusok, hogy a lájkok azok ugyanazt a dolgot indítják be az agyban, mint a kábítószer, tehát a jutalmazó központot. Úgyhogy lehet, hogy ők így jutalmazzák magukat. Mert azért azt látni kell, hogy nem te vár. Tehát, tehát a probléma a következő. Nagyobb a probléma, nagyobb a baj, mint ahogy gondolnánk. Hogy a tények és a valóság fölé fölkerült az elmúlt években egy pseudovalóság. És a pseudovalóságnak megvannak a szószólói. Ezek többnyire az interneten, YouTube-on, meg a különböző közösség oldalakon találhatóak. És ma a legnagyobb kihívás minden területen, politikában is, de a keresztények számára is, mert minden embert érint, hogy különbséget tudjanak tenni az igaz és a hazug beszéd között. Erre való képességet ma meg kell tanulni, aki nem tanulja meg, és nem szerzi meg ezt a szellemi lelki, intellektuális képességet, az belekerül egy olyan világba, aminek nincs valóság alapja, hanem egyetlen egy valóság alapja van, maga a Lucifer. Nincs más. És az internet ezt sokkal jobban felnagyította, nem? Tehát, hogy amíg ez az újságokban Abszolút, jelent meg... Abszolút, ezt mondom, hogy meghatása van a hazugságnak. Meg azt mondják mindig, szerintem ez a mert egy... Mert egy, nézd, egy, egy rádiónál, vagy egy tévécsatornánál átmegy egy üzenet szerkesztőkön keresztül. Hmm. Például egy híradóban nem jelenhet meg egy rossz hír, legalábbis ahol szakmai szempontból felkészült szerkesztők, riporterek dolgoznak, átmegy egy szűrőn. De interneten valaki hall valamit, különösen szereti azt, hogy ráfigyelnek az emberek, akkor ő azonnal bedobja ellenőrzés nélkül. Vagy egyáltalán ő kitalál meséket, mint amire mondott, hogy a német Sándort meghívták valamilyen találkozóra, hogy most katolikus egyházad válasza, vagy a szabadkőveseket. A német Sándort egyetlen egy meghívást kapott, amit elfogadott a názati Jézus Krisztussal való közösségre. Ezt bizonyságtevők mondták el, amikor elmondták nekem, hogy Jézus Krisztus valóságosan föltámadott. Ezt a meghívást elfogadtam, és ezt a meghívást továbbra is megőrzöm. És azt érdemes hangsúlyozni, hogy hát a hídgyülekezete, illetve a személyed az nem változott meg, tehát hogy 40 éve ugyanarról prédikálsz, ugyanazt képviseled, ugyan most nyilván az életszínvonal, meg az más, mert nyilván haladunk, meg fejlődünk, de hogy, hogy, hogy ugyanúgy, ugyanazon a elvek alapján élsz, és hogy mégis vannak emberek, akik mondjuk ezelőtt még akár csak 5-10 évvel is teljesen hűségesek voltak, meg kiálltak a gyülekezet mellett, és hogy az interneten meg valamit összeszedtek, és így, így, így eltávolított őket, hogy ez miért, miért alakul ki? Először is újra mondom, hogy a, a hazugság birodalmában, mert ez épült ki és ez erősödött meg, az emberekről is hamis profilokat készítenek. Régen csak a titkos szolgálat készített mm. hamis profilt, és bizonyos célközönség felé, tolmácsolták XY-nal kapcsolatosan hamis profit, hogy lejárattassák a bizalmat, a társadalmi tekintét, elfogadott, elfogadottságát, emberekre gyakorolt befolyásával szemben fölépítsenek falakat. De ma ez globálisan zajlik. Minden órában, minden percben ez zajlik. Ahogy beszélünk, egészen biztos már zajlik erre való reakció. Most nézem a, a kommenteket eddig egész jók. Tehát... Tessék? Né... amit te látsz, de hát amit, 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 amit elkerül a figyelmedet, amit ma nem látsz. Tehát ezek zajlanak folyamatosan. Tehát az, hogy a hit az mindig hallásból származik. Nagyon kevés olyan dolog, kevés olyan meggyőződés alakul ki az emberben, ami a saját személyes tapasztalatára épül. Sajnos a mai világban ez a probléma. Ha Isten igényét halljuk, akkor a meggyőződésünk a valóságot tükrözi. Valóságról alkotott fogalom jött létre bennünk de ha például a hazugságot hallgatjuk, akkor a hazugság is képít az emberben meggyőződés, de az embernek a természetét, az embernek a gondolkozásmódját, világnézetét, kommunikációját, beszédét, emberekkel való kapcsolatát megrontja, megváltoztatja, és teljesen más irányba megy az ember. És a Jézus erről beszél, hogy a hazugságnak az atyaságába kerül bele az ember, aki azudik. És, igen. És azért az látszott, hogy a korábbi, tehát az internet előtti időszakban úgy döntöttek a keresztények, hogy el sem olvassák ezeket a rágalmakat, mert egyáltalán minek olvassanak a szennyirodalmat, meg ilyeneket. De most azért egy kicsit másképp van. De teljesen másképpen van. Nyilvánvalóan, hogy nagyon sok ember nem olvasott újságot, mert nem is érdekelte. Ugye Magyarországon meg volt az nyomtatott sajtóval szemben az előítélet a kommunizmus miatt, mert kialakult az a vélemény. Én is ezt, ezt képviseltem, hogy a kommunista pártlapok csak hazugságokat tartalmaznak, még az se biztos, hogy igaz, amit a utca szám meg a, ezek az adatok, amit közölnek, hogy az se biztos, hogy igaz. Tehát ez volt a felfogás, és nagyon sokan nem olvastak, és nem érdekelte őket, sőt, akik kommunizmus ideje alatt éltek, hogy biztos az ellentéte az igaz. Aztán ugye 97-98-ban kezdődött elvált, megváltozni Magyarországon a médiahelyzet. Akkor jött be a kereskedelmi a, a csatorna, az RTL, a TV2. Érdekesképpen akkor alakul ki az első nagy kampány, amely nem csak, úgy mondja, a szekta ellenes szervezeteknek a a Tehát Nem szó, volt, róla postak, Igen, meg és ez, többé, ez, ez hanem ebben a kereskedelmi média, a kereskedelmi média is, ebben a kereskedelmi média is részlet. A TV2 is benne volt, és az RTL is. Tehát voltak lejárató műsorok. Persze. És most újra, ahogy megjelent ugye az internet, a közösség oldalak, szintén megerősödött. Erre szeretném felvinni a figyelmet. És ráadásul a vádak ugyanazok. Ugyanaz, más formában. És nyilván, ahogy mondtam, neked kutakodnak a gyülekezet történetében, hogy milyen olyan ügy van egy közösség életében, egy persze, egy közösség élet Hát ez, 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 ez a közösség, ez nem az angyalokból áll. És nem úgy jött le a gyülekezet, hogy a mennyből lepotyogtak az emberek, és ide a hídgyülektéhez tökéletes emberek csatlakoztak. Ezek az embereknek a döntő többsége, a elejétől fogva, a, ahogy mondják a régi protestánsok, a bűnnek a mélységéből jönnek, kábítószerből, paráznaságból, alkoholizálásból, csavargásból, és így tovább. Hát, tehát ezeknek az embereknek a helyreállása megtérés után is egy folyamat. Hát. És nyilvánvalóan vannak nagyon jó eredmények, vannak természetesen visszaesések, vannak konfliktusos helyzetek családon belül, mert az egyik része a családnak akart megtérni, a másik része nem akart megtérni, olyan is volt, hogy az egyik része megtért, a másik részét, illetve a családfőt pedig a titkosszolgálat beszervezte, és a, a, belement a családfő, hogy a feleségéről és a gyerekeiről jelentéseket írjanak. És amikor kitudódott, megtudta a feleség, mert összevesztek, és dühében a férj elmondta a feleségnek, hogy, 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 mit csinál. Akkor a feleség természetesen azt mondta, hogy ennyi, eddig tartott a házasság. És ezt is például a korabeli sajtó dekriminalizálta. Úgy jelentek, hogy én vertem szél a házasságukat. Miközben ez egy ügynök tragédia. Persze. Vagy pedig például ahhoz képest, hogy mennyi öngyilkosság volt 80-as és a 90-es években, hogy 4000 fölött volt, 4700, dobogos helyen állt Magyarország. Egyébként drámai módon csökkent, de hát még az is fontos, hogy ennél is kevesebb legyen. Most ugye az országos által azt hiszem, 1700, nézz utána. Nézem. Vagy 1500. Nem tudom pontosan, de jelentős mértékben csökkent de ha ezt most arányosítod a hídgyülektének a, a 80-as évek és a 90-es éveknek a létszámához, akkor maximum azt lehet mondani, hogy a gyülekezet körül, nem a gyüleki tagok, tehát gyülekezet körül uh, olyan esetenként előfordult egy-kettő ilyen nem kívánatos drámai eset. És természetesen ezekkel kapcsolatosan már akkor is voltak ilyen szekta ellenes szervezetek, nem akarom elmondani, mert a családtagjait nem akarom megsérteni, ki volt az egyik fő ilyen mozgalmár. De a családtagjának azóta kiegyensúlyozott viszonya van. Kérem? De a családtagjának azóta kiegyensúlyozott viszonya van velünk. Igen. Azért, ahogyan nem akarom ezt mondani, de hát, hogy ezek gyűjtötték már akkor is, hogy megörülnek az emberek, öngyilkosságba kergeti a hídgyülekte az embereket. Tehát 80-as évek elejétől fogva ezt mondják. És persze, iszonyatos nagy presszió, szellemi, egyéb, politikai, hatalmi, Kommunikációs nyomás alatt tartották a hígyatfinek tagjait. És különösen akkor volt veszélye, akkor alakultak ki feszültségek. Például van egy ilyen országos ismert dolog, és gondolom, hogy te is ismered, mert Akartam is hozták. Ha most a, a filmre, tehát hogy nem tudom, hogy arról tudsz, hogy egy filmet forgatnak éppen egy ilyen ügyel kapcsolatban ami egy öngyilkossággal zárult, és hogy az abban az esetben is... Nos, erre... hát abban az ügyben is a következő dolog volt, hogy mind a ketten elindultak a keresztényi vállás után. A feleség nagyon szerette volna, hogy a, a családja a házasságba rendbe jöjjön. A férj első időszakban szintén szerette volna, aztán jött egy film, ami sátán kutyája, vagy ment, tudom, milyen. Sátán tangó, nem? Tangója? Oké. Okay. Tehát, hogy annak a rendezésébe bekapcsolódott, utána visszazuhant ugyanazokba a problémákba, a beszámolók szerint, amiből jött. És én csak annyit mondok, a neurotik milyen körből jött. A mindenki tudja, hogy a, a Pajor Tamás ugye soha nem szégyelte, ő valóságosan megtért, mai napig is. Ez nem szégyeli, hogy kábítószer, alkohol, szexper, szexuális perverzitások, tehát ezekből a háttér, hátterekből jöttek többnyire ez a baráti kör. Na most nyilvánvalóan aki megszakította a Isten keresést, és visszament oda, ahonnyit jött, hát nyilvánvalóan az állapotába beállt a drámai változás, és a felesége viszont ezzel nem értette egyet, hogy mi, és nyilvánvalóan ez eleve adja a, a létrehoz egy konfliktus helyzetet. Az, hogy a kettőjük között mi történt, nyilván mi annak idején a Hölgynek a barátait megkérdeztük, és csak a férjnek a tekinté, vagy a, vagy, a, vagy a emberi méltósága miatt nem nyitottuk ki a szánkat, mert nem akartuk, hogy nagyobb baj legyen a ami megtörtént. Illetve én most pont beszéltem olyannal, aki a hölgyet ismerte, és ő azt állítja, hogy nem is biztos, hogy öngyilkosság történt, hanem lehet, hogy lelkileg annyira ki volt fáradva, vagy annyira el volt fáradva, hogy lehet, hogy oda esett, mert ugye egy, itt egy hív gázolta el a hölgyet. Ez a verziót is hallottam még annak idején, igen, hogy az ötödik gyerek után ugye depresszióba esett, és egyedül maradt, és a barátnői próbáltak neki segíteni és ki volt fáradva és bolyongott állítólag, és a sajnálatos módon 20 év után ugye az ilyen vizsgálatoknak az anyagát a rendőrség megsemmisíti, de akkor azt hallottam, hogy a Hév vezetője is nyilatkozott, és ő is ilyen bolyongó emberről beszélt, hogy hogy bolyongott a a, a sink körül, nem tudom, nem ismertem, én nem olvastam a tanulvallomást, tehát hallottam én is ilyent, hogy nem, szóval nem, nem lehet tudni pontosan, hogy öngyilkosság volt, vagy pedig egy nagyon rossz ideg lelki állapotban bolyongott. De azt elmondhatjuk, hogy azért a hídgyülekezetének, tehát hogy a hídgyülekezetét ebben az ügyben bűnbakként kikiáltani, azért az erős túlzás. Hát, ha lett volna bármilyen felelősségünk a rendőrség, ezt az ügyet vizsgálta. Soha senkit, egyetlen egy gyülekezet vezetőjét nem kérdezték meg a férjen kívül. Tehát egyértelmű volt, hogy a, egyébként a hölgy egy nagyon tiszteletreméltó és szeretetre méltó ember, én nem ismertem közvetlenül személyesen, csak nyilván járt. Egy távolról ez volt a benyomása, meg akik ismerték, mindenki ezt állította. Úgyhogy nagyon megrázott bennünket, természetesen. Nem sikerként éltük át ezt mi, egyértelmű. De az szomorú, hogy egy ember a saját felelőssége alól úgy akar kibújni, hogy másokra mutogat, ez megint az ő jelleméről ad egy korképet. Na még egy ilyen dolgot megkérdezek, azt én ígérem, hogy ugrunk kellemesebb témákra, hogy van egy olyan narratív, ami szerint a hídgyülekezete azért rossz, mert már bűnben fogant, Mm -hmm. mert hogy te elüldözted a Tallér Jánost, aki ugye a budaörsön, hát, talán mondhatjuk, hogy együtt kezdtétek, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, illetve hogy a budaörsi házat azt ilyen különböző mahinációkkal szerezted meg ő, tőlük, és hogy alapvetően kiutáltátok őket a gyülekezetből. Itt is ugye a teljesen más a valóság. A Tallér János a, a házat a gyülekezetnek adta át, ki lett fizetve. Én soha nem voltam oda tulajdonosként bejelentve. Amikor ő eltávozott Angliában, akkor én már ott nem laktam. Tehát a, a budaörsi háznak a, a tulajdonjoga vagy jogát néhány keresztény, mai napig is a hídgyűlöktének a tagjai, ők el tudják mondani pontosan, hogy hogyan volt ez adminisztrálva, tehát én tudatosan ebben nem vettem részt, illetve kivontam magamat, és amikor ő 81. októberében távozott, akkor én már 1981. októberében a 11. kerületi kérőlakótelepen laktam. Feleségemmel azt, azt hiszem, három gyermekünk volt albérletben. A, a, a rendezett körülmények között távozott el a János, A, a volt ö, ö, vita a Jánossal, de többnyire nem a Jánossal volt konfliktus, hanem a hátterünkkel kapcsolatosan mert eredetileg az volt a terv, hogy Budaörsön egy ilyenfajta keresztény kommunát vagy közösséget hozunk létre. Ez ez részben összeköltöztök is. többen is. Tessék? Hogy összeköltöztök Tessék? többen, is. ott lakt. Hát ez, ez, meg is valósult, mert uh -huh. így történt. É, ugye, és először mi költöztünk be a házba albérletként, előző tulajdonoshoz. Először úgy volt, hogy fele-fele alapon vásároljuk meg a házat, de erre nem került sor, nem az én hibámból, de nem akarom elmondani a részleteket ezzel kapcsolatosan, mert nem akarom, hogy ebből már régi ügy, és megbocsátottam. Az albérleti díjakat, tehát a törlesztési díjakat többnyire mi fizettük ki, akik ott laktunk. Rajtam kívül ketten, vagy hárman laktak ott. És ő, nyilvánvalóan a János is egy nagy részt ő fizette ki a tulajdonjogot, és a probléma abból származott, hogy milyen viszonyunk legyen a gyakorló katolikus szüleinkhez. De tulajdonképpen ezzel kapcsolatosan kerültem én Derek prince kapcsolatban. 77, vagy nem pontosan, vagy 78-77, a lényeg az, hogy olyan szellemi tapasztalataink voltak, hogy bizonyos a személyeknek a látogatása után nagyon erős szellemi nyomás alá kerültünk, fizikai rosszul létek, sok más uh, tapasztaltunk, és uh, ezt a problémát írtam meg a Derek Prince-nek, mert Magyarországon próbáltunk beszélni emberekkel, vezetőkkel, akik akkoriban ilyen a kisebb közösségeknek ismert vezetői voltak, hogy mi ez a probléma, de akkoriban ugye nem nagyon sokan jöttek katolikus háttérből. Én is katolikus háttérből jöttem, Jutka is a katolikus háttérből jött, János is katolikus háttérből jött, felesége is katolikus háttérből jött, az öccse is, akkor ott volt még két hölgy, ők is erős katolikus háttérből jöttek szinte majdnem mindenkinek a családja körül voltak papok, és nagyon jó kapcsolatban voltak papok, meg gyakorló katolikus. És tapasztaltunk olyan szellemi jelenségeket, amiket nehezen tudtunk feldolgozni, és nem is értettük, de az, hogy a jelenségek valóságosak voltak. Leírtam a levélben, de Prince-nek erre az első válasza az lett, hogy küldött egy kazettát a varázslásról szóló kazettán. És ezt meghallgattuk, elindult egy szabadulás, és nyilvánvalóan a szellemi problémának az okát is láttuk. Tehát nem, annyi, nem, személyes konfliktusok voltak igazából, hanem szellemi nyomások család részéről. Ma úgy mondanám, többnyire familiális szellemek. A lényeg az volt, hogy a Jánosnak és az Évának a szülei engemet hibáztattak, és szittak, és átkoztak, hogy én tettem őket szektává, az én szüleim, meg a, nyilván a Jutkának a szülei, pek, nyilván a János Csékat hogy ők ö, rántottak bennünket bele ebbe a szektába. Természetesen egyik se igaz volt. De nyilvánvalóan akkor ugye nem volt képünk a szellemi harcról, igenis, ezek jelentettek álmatlanságot, betegségeket, sok minden fizikai jelensége volt. Tehát ez, ezt beszéltük meg, hogy nem érdemes ilyen szoros kapcsolatba állnunk, mert a nyomás nagyon nagy. És nem tudunk szolgálni, állandóan ezzel a nyomásra foglalkozunk. És így, így, történt, így kezdődött el a szétválás. És, és a, a szolgálat ezután kezdődött el, abban már a Jánosnak a marginális szerepe volt, és Többször beszéltünk utána is még erről a problémáról, és igen, azt tanácsoltam neki, hogy lehet, hogy jobb lenne távolabbra elmenni neki, hogy ez a szellemi nyomás gyengüljön, és ki tudjanak jönni ebből a nyomásból ők is. Mert én úgy gondoltam, hogy ez a szellemi nyomás részünkről is van, nyilvánvalóan, de mi úgy voltunk vele, hogy ezt mi meg tudjuk harcolni. És ő, ő esetében pedig úgy gondoltam, azt láttam, hogy jobb lenne neki távolabb elkerülnie. Tehát ebben egyszerűen ez volt a lényege dolognak. Azért az fontos hangsúlyozni, hogy ezt az ügyet, ezt materialista alapon nem lehet megérteni. Hát sajnálom, ha ki nem érti meg, de van ilyen, hogy valaki, hát hogy akkor mondanám lelkileg, de szellemileg, ez, ez, és azt gondolom, hogy Jól jártunk, tényleg jól jártunk. A, 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 nem hiszem, hogy e, ki, ki tudtunk volna ebből a problémából törni, mert nagyon erős szellemi nyomás volt. A, a problémának a a megítélésében is volt különbség közöttünk, mm -hmm. nyilvánvalóan, mi súlyosabbnak láttuk ezt a problémát. A jánoség volt, amikor súlyosnak látták, volt, amikor azt mondták, ez nem is igaz, ez egy kitaláció. Mi meg úgy láttuk, hogy nem, és amikor kezdtek megtérni az emberek, ők is bekerültek ebbe a szellemi problémába, meg lehet kérdezni mai napig is akár a Petrőcviukat, akkor a Mészáros István, tehát ők is tapasztalták, hogy volt egy ilyen szellemi nyomás. Tehát egy olyan szellemi, hogy mondanám, probléma, aminek a megoldását kerestük, tárgyaltunk, ugye utána is még derekkel, tárgyaltunk uh, munkatársaival, tárgyaltunk másokkal, hogy uh, látást akartunk, hogy hogyan lehet ezt a szellemi terhet, ezt a nyomást meg, uh, megharcolni. Nyilván a mai ismeretemmel és szellemi tapasztalatammal. Uh, Más lenne. De eség... nyilván a mai szellemi tapasztalatoddal nem is laknál kommunában, nem? Nem is, persze, eleve ilyen helyzetben nem léptem volna bele. Tehát, hogy Így azt, van, az, azt meg azért látni kell, hogy ez a formálódó híd volt. Tehát egy, egy akkor alakult, nem úgy volt, mint most, hogy mi készen megkapunk tanításokat, és akkor tudjuk, hogy hogy kell. Nem, hazani. nem, egy kéz Igen. indult. Tehát ez semmi, az olyat kell nézni, mint amikor egy csibe még a tojásba van, és dobja le a tojáséjakat magáról, és hát sok mindent látni ott ebben a szülésnek a folyamatában, hát meg akár a gyerekszülésre is. Hát nem igen. Van, aki szereti nézni, én például nem, nem szeretem nézni. És amikor a Talirjánoség elköltöztek, ha jól tudom, Angliába, akkor utána ti összevesztetek? Dehogy is vesztünk össze? Nem vesztünk össze, sőt, a rendszerváltás után a Szentendrén azon ott volt az Uzoni Péter, egy nagyon barátságos beszélgetés volt, tisztázás volt, és utána, mivel, hogy hallottuk, még a szülőknek van valamilyen követelésük, az János szerint jogtalan volt, és akkor még egy összeget elküldtünk nekik, hogy ez rendbe legyen. Én azt gondolom, hogy ez a. a én megmondom, értékelem továbbra is, tehát én nem haragszok a Jánosra. Nem én se. nagyon hálás vagyok a Jánosnak, mert van érdeme kétség kívül a hídgyűlöletének az elindításában. Tehát ezt nem lehet letakadni, soha nem is tagadtam le, és mindig is azt mondtam, mint emberileg, és tehetsége szempontjából én mindig értékeltem, nagyon jó intellektuális képességgel rendelkező személy, ugyanúgy az öcséről is nagyon jó véleményem van, egy nagyon becsületes, tisztességes ember, egyik legbecsületesebb tisztességes ember, akivel így keresztényként találkoztam. Jó véleményem van róluk, de ez a szellemi probléma volt az, ami miatt úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat mégse Istentől volt így, ilyen formában. Na most nem is lett volna ebbe a semmilyen probléma, ha 98 után ez a társaság nem ver éket és nem sozzák be a vagy nem, nem, nem a, a sebeket, vagy nem szakítják föl a sebe. Ugye a, a, a készült interjút, amit így szoktak idézni, azt igen, egy Nyilvánvalóan Ők puszították és olyan információkat mondtak neki, amivel ezt elsértetét e, 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 tették. De előtte a sértettségnek az oka az eltávozás volt. Nyilván ezt le lehet, mert a gyülekezetnek van egy olyan története, hogy nyilvánvalóan ebben a történetben való szereplés, ez eleve egy szép életmű a János részéről is, de újra hangsúlyozom, hogy a Talér Jánosnak igenis van szerepe, mert a Budaörsi Háznak a megszerzése, a, ben Össz, ö, ö, oroszlán szerepe volt. Itt és az volt az. rá a Én Nekem volt akkora hitem, én megcsináltam azt, amit kért, de annyi akkora hitem nem volt, mert ugye belülről láttam a régi tulajdonosnak a viselkedését, és többnyire én voltam neki, a, 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 mert én laktam ott, akkor még nem lakott ott keresztény, és mind világi emberek voltak ott albérletben, és láttam, hogy mi zajlik ott. Úgyhogy ö, ö, biztos, hogy soha életemben nem döntenék ilyen ö, ö, hely mellett, hogy oda költözni. Ez így jött, de előtte a Budakalászon laktam, ugyanilyen problémába kerültem, ott meg egy spiritisztánál laktam. Tehát érdek, azt gondolom, hogy Istennek a keze is benne volt, tehát van benne rossz, de mégis azt mondanom, hogy olyan tapasztalatot szereztem akár Budakalászon, akár Budaörsön, amit később tudtam kamatoztatni, felhasználni a szolgálatom során. Ezekből lehet tanulni. Na, én szerintem nagyjából végigértünk az a legfőbb hitköznapokon. Biztos, hogy a van Hit műsor, sok, de interaktív a világnézeti műsora. Még egy dolgot viszont megkérdeznék, ez aktualitás, hogy Elkezdett terjengedni egy olyan prédikációdból kiragadott részlet is az interneten, miszerint azt mondod, hogy te nem sírsz az oltatlan emberek halála miatt, és akkor ezt így próbálták úgy magyarázni, hogy te, te az oltatlanokat ilyen alacsonyabb rendű emberekkel. Nem, hanem nyilvánvalóan van az oltatlanoknak, fő nem azoknak, akik eh, nem akarják beoltatni magukat, mert van egy hitük, Isten áldja meg őket. De akik a, a, az oltás ellen beszélnek, azoknak fontos, hogy észrevegyék, hogy felelősség terheli őket, mert egyre több olyan személy, például ma is hallottam egy olyan szemét, aki azért nem oltotta be magát, mert az a prédikátor, akire hallgatott, oltás ellenes volt, és meghalt. Ugye tegnap egy keresztény? Ez televín... Budapest. Ja, illetve ez Magyarország eset. Néhány napja pedig egy, egy ismert keresztény vezető szintén meghalt, de ez egy, de a felelősség az, hogy előtte is már meghaltak az ő propagandájuknak az eredményeképpen, mert elhitték, hogy amiket mondanak az valóság, és ezért nem oltatták be magukat. Erre szeretném felhívni a figyelmet hogy nagyon vigyázzon mindenki, hogy nem mondjon senki olyant, én rám is vonatkozik. Nyilván az oltással kapcsolatosan is én, én nem az oltásban bizok, hanem Istenben bizok, és tisztában vagyok benne az a, abban, hogy az oltásnak lehetnek mellékhatásai, tehát én egyáltalán nem azt látom, az a megoldás, de én elfogadtam az oltást, vállalva a kockázatot, és hát ugye a realitásokat az emberek elé kell tárni, hogy a, a sokkal nagyobb kockázatot jelent az oltás ellenesség, mint az oltásnak az elfogadása. Illetve azt látom, hogy azért mi, akik mondjuk beoltottuk magunkat, nem ezzel kellünk megfekszünk. Tehát, hogy túl vagyunk rajta, és van egy csomó feladatunk, meg egy csomó ügy a világban, amivel foglalkozni kell, nem ez lett a gondolkodásunknak a középpontjában. Viszont az is látszik, hogy a az oltás ellenesek az szintén egy ilyen külön ö, vallási csoportás szerveződtek, és nagyon érdekes azt is látni, hogy sokszor az oltás ellenességgel indul, és aztán hídgyülekezete ellenesség, meg kereszténység ellenesség lesz belőle. Azt mondja Pálapostól, idő előtt ne ítéljünk meg semmit, bízok benne, hogy ez egy átmeneti műszaki üzemzavar némely embernél. Várom én is, hogy vége legyen a járványnak, de ezért nem csak passzívan várom, hanem imádkozok is, és bízok benne, hogy megtévedt emberek ebből ki tudnak jönni, vagy megzavart emberek, vagy akik elsodródtak ezzel kapcsolatosan, azokon lehet segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy ne gyűlölködésnek legyen a táptalaja ez az egész járvány és a következ, következtében létrejött nehézségek. Szerinted már az apostáziának a korszakában élünk, mert ez a helyzet akár. Egyfajta ilyen jó indok is lehetne arra, hogy a ketté válik. És nem, nem, most nem arra azt mondom, hogy az oltás ellenesekre, meg az oltás hanem hogy a keresztényekre, meg azokra, akik így eltávolodnak az egyháztól. Azt mondják, hogy már nem kell az egyház, hanem elég, ha házanként összegyűlünk, meg elég, ha otthon gyakoroljuk a hitünket. Igen, az apostázia már előbb elkezdődött, a járvány kétségkívül adott ennek egy új dinamizmust, és én arra is figyelek, hogy mi jön ezután. Az apostázia nem, apostáziát nem lehet megállítani, ez a visszéveteléig fog tartani, az úr visszéveteléig fog tartani. A legfontosabb dolog ezzel kapcsolatosan igazi hívőknek az, hogy először is hűségesek maradjanak az úrhoz, őrizzék meg a személyes hitüket, és továbbra is beszéljenek Isten igényéről. Az apostázia egyébként már az első században elkezdődött, Pál is hivatkozik arra, például a közvetlen munkatársaira, hogy elhagyták a világhoz, jobban ragaszkodik. Démász, mint az úrhoz is elhagyta, Pál magára maradt, és más apostolokkal kapcsolatosan is fennmaradtak ilyen tradíciók. Tehát ez egy, egy idős az apostázia az egyháznak, az igazi egyháznak a földi pályafutásával, de a korszak végén ezt nyilvánvalóan erősödni fog, de nem csak az apostázia fog erősödni hanem nyilvánvalóan az Istenhez való fordulás is, mert hiszem, hogy a korszak végén be fog teljesedni a nemzetek között is, és Izraelben is, amit a proféta mond, hogy Isten éjséget bocsát ki az emberek szívévere lelkére, nem kenyér után, hanem Isten beszéde után, és is az Isten beszédét fogják keresni az emberek. És annak mi az oka, hogy most azért van egy nagy megrázkódtatás a világban, a koronavírus járvány, és mégsem lehet azt látni, hogy tömegével megtörne az emberek lelke, vagy hogy Istenhez akarának fordulni. Ez, ha elolvasod az Ámos Hozeás profétát, Jeremiás profétát, a ugyanakkor más profétáknál is ezt látjuk, a megrázó az, hogy az ítélet előtti években egészen elképesztő megkeményedések alakulnak jönnek ki, jönnek létre az emberek szívébe, lelkébe. Az Isten terve, Isten akarata, Isten beszéde és Isten emberei ellen. A legnagyobb üldözések általában ítélet előtt szoktak létrejönni, és az ítélet előtt szokott a Szentlélek Kiáradni és kenet rááradni emberekre. De általában ezek az embereknek nagyon nehéz volt a földi sorsuk. Il és Elizeus profétin. Mert az összes profétát fel kellene sorolnom. Hogy mi az oka? Annak egy több oka lehet, hogy többnyire az emberek a, 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 a bűn növekedésének következtében egyre nagyobb természetfölötti beavatkozásnak vannak kitéve, nem az Isten részéről, hanem az Isten ellenségének a részéről, és egyszerűen Isten, mivel hogy látja Isten, mind a, például ennek a prototípusa a fárónak a megkeményedése, hogy kaptak bőségesen bizonságot arra is fognak kapni a jövőben is az Isten valóságáról, de mégis az evangéliumot például az új szövetségben a evangéliumnak a hirdetését, hallgatását nem párosítják hittel. Egy idő után, ugyanúgy, ahogy a fáraónál történt, Isten átadja a szívüket a megkeményedésnek, és igazából bármennyire is kemény kimondani, amit Pálapostól mond, de hát azt mondja Pálapostól is, hogy ki vagy te ember, hogy versenyk Istennel. Hogy Isten ilyen módon szétválaszza a haragnak és az irgalmasságnak az edényeit. És ez igazából egyikünk se tudja, hogy mire van kiválasztva, csak egyet tudunk, hogy kérjük Istentől, hogy nehogy a bűn megkeményítse az ember szívét. És nem akarok személyeskedni, tényleg azokkal az emberekkel kerülem, akik bennünket támadnak, de legtöbb ilyen nagyon súlyos testi bűnök. Bevaló elesések történtek, és igazából soha nem jöttek ki ebből, és elveszítették a bűnbocsánatot, elveszítették a kegyelemnek az uralmát az életükben, és pontosan ezt a kegyetlen, törvénykező, rigolyáskodó szellemet nyilvánítják meg a gyülekezettel szemben, hogy azt is, hogy mert így akarják magukat fölmenteni, hogy másokat ítélnek, hogy lám-lám, te se vagy különben deákné deákné vásznánál. Lehet, hogy én is bűnös vagyok, de te is bűnös vagy. Tehát ilyenkor egy ilyen, ilyen morális öngyilkosságot, köve, kollektív öngyilkosságba akarják rángatni az igazakat is, és igenis ahogy Malakiás mondja, pont az utolsó időkre vonatkozóan, hogy van különbség emberek között, hogy akik Isten szolgálják és akik nem szolgálják Istent. Hogyan tudja egy keresztény megvédeni magát attól, hogy elinduljon a szíve a megkeményedés útján? Hát először is a hitet, hit szellemét nem szabad elveszíteni a szívből. A hit szellemét akkor veszítél az ember, ha nem tudja hallgatni Isten igéjét. Például elég neki a virtuális ö, egyház. Az mert, nem ugyanaz? Tehát ha esék, valaki megnézi a prédikációkat interneten, az nem ugyanaz, mintha elmegyünk egy Nem, nem ugyanaz. Óriási különbség van a kettő között. A másik dolog pedig, hogy többnyire az szokott előfordulni, hogy megosztott figyelemmel. Tehát be van kapcsolva, de közben a családnak az a természetes, gyakran testi élete zajlik. De valóban én is főztem az online prédikációt. Tehát az a helyzet, hogy ilyenkor az igen nem tudhatni. Az igének a, az igének a hatásának a, az emberi előfeltétel a hallgatás. A hallgatás az azt jelenti, hogy figyel az ember, és a figyelem következtében a fül és a szív között megnyílik egy, egy közlekedési csatorna. Hogy a fülön bejut, és bejut a szívbe az ige, és így lesz az ige beoltott. Hát tudjuk nagyon jól, hogy mi az oltás. Tehát az igét be kell oltani. Az igét, igét nem csak hallgatni kell, hanem a hallgatásban meg kell törni a fogantatásnak. Téged amúgy mennyire zavart az, hogy nem láttad a gyülekezetedet másfél évig? Hogy érezted attól függetlenül, hogy mi zajlik, átmegy az üzenet, nem? Érdekes, amit kérdezel. Ugye az amerikai felmérés, a pásztorok közötti felmérésben többen azt mondták, hogy nem erre készültek, hogy a kamerákba prédikáljanak. A kamerákba való prédikálásnak szellemi módon kell történni, hogy a szellemét az ember bekapcsolja, és kinyitja a szellemi szemeit és a füleit. És figyel azokra az emberekre, szellemében, akikhoz beszél, és akik ott vannak, és hallgatják. Ilyen módon én azt gondolom, hogy részemről megvolt a közösség teremtésnek az eseménye, és érzékeltem a hallgatóknak a, a szellemét. Lehet látni az ember, a gyülekezetet szellemben. A távol vagyok a gyülekezettől. Látom, hogy mikor van nyomás alatt, mikor van, jobb állapotban van, stb. És távolról is lehet a gyülekezetre áldás, a hívőkre áldást mondani. Hát ez egyik feladatunk ez. Tehát abban a másfél éves online időszakban nem esett szét a gyülekezet, meg nem onnantól nem egy diaszpóra egyház lettünk, hanem akkor is egy közösség voltunk, csak a kényszer úgy hozta. Hát nyilvánvalóan, hogy egy szintén világjelenségről beszélek, hogy többen lettek közösségi oldal függők, mint előtte. Igen. Ez nyilvánvalóan az Isten tiszteleti látogatottságra is kiad, de még más tényezők is kihatnak. Nyilván az Isten a félelem, akkor maga a járvány, hogy továbbra is tart. A gyerekvigyázó hiány. A gyerekvigyázás, akkor egészségügyi problémák, anyagi problémák, szóval sok összetett problémával van Küzdelmünk, harcunk, ezért kérek mindenkitől türelmet. Hogy most értsék meg, hogy olyan szituáció van számunkra is, meg mindenki számára, hogy nem közelíthetjük meg a problémánkat perfekcionista módon. Nem tudunk mindent megoldani. De akkor te ezt nem ilyen tragikusként látod, hogy nem. most kevesebben, meg szétkentulás. Nem hanem a ezt el kell szenvedni. Az életben ilyen időszakok voltak mindig, most is vannak, hát maga a keresztviselés többek között, ezzel áll összefüggésbe. A keresztviselés azt jelenti, hogy el kell viselnem olyan terhet, olyan nyomást, olyan megoldatlan gondokat, amelyeket csak elviselni tudok, nem élvezem. A keresztnek a hordozása az nem élvezetes dolog. Jézus életében se élvezetes dolog volt. És mindenkinek megvan az életében az a teher, az a nyomás, vagy ezzel kapcsolatos szenvedés, vagy nyomorúság, vagy nyomorúságnak a napjai, amit nem tud más csinálni, csak türelemmel elhordozni, hogy valahogy kerüljünk ki, és közben sóhajtozik, fohászkodik, könyörög Istennek az irgalmáért, hogy hozza ki az Isten ebből a helyzetből. Viszont azt látjuk, hogy most működnek az Isten tiszteletek, és nem hallani tömeges megfertőződésről. Ennek függvényében kérdezem, hogy látod, hogy a következő időszakban is nyitva tud lenni a gyülekezet? Viszont benne ezért imádkozunk, azt látom, hogy ha hogy a, egyrészt az oltások segítettek, mert azért egészen más a vakcina előtti időszak, azért drámai volt a helyzet, és nagyon féltek az emberek. Most is van félelem, de azért nem olyan erős a félelem most, mint volt akkor. A megbetegedések nem olyan súlyosak. Most per pillanat itt Budapesten nem tudok, legalább hozzá nem jutott el, van egy ima a csoport, súlyos. akik ugye a Covid betegekért imádkoznak, és én azt látom ott, hogy ott pirossal jelölték azokat, akik Igen, én én a jövő is, is vannak, kaptam, és hogy jóval én kevesebb a piros, mint egy évvel ezelőtt, amikor az nagyon sok volt. Igen. Tehát, hogy, hogy a súlyos betegségek azok? Hát remél, remélem, hogy ez azt jelzi, hogy kifele tartunk. Azért is érdekes ez a helyzet, mert ugye az internet miatt ö, mellett bejöttek olyan oltás ellenes kis is, akik azért mondják, hogy ide jöhetnek az oltatlanok is, meg mi mindenkit szeretettel várunk, és azért lehetett azt hallani, hogy voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Mit mondják neked ezzel kapcsolatosan hát láttál már olyan katasztrófákat, hogy van, akik a, a a kárt enyítésért dolgoznak, mások meg a kárba jutottaknak a meg, ö, lopásáért, kifosztásáért dolgoznak. Hát ez sajnos ö, spirituális, szellemi módon ez zajlik, hogy vannak akik, különösen nagy gyülekezetek nagyon nehezen véde, tudnak védekezni, nem tudják úgy lezárni a közösséget, mint egy kis közösségek. Kis közösségek, némelyek úgy érezték, hogy most van a lehetőség, eljött az idő a növekedésük számára, és igyekeznek a nagyobb gyülekezeteket felazítani, az embereket elcsábítani. Tehát a júlopás nem hogy csökkent volna, hanem nő. Végezetül az érdekelne, hogy hogy lehet a világnak a helyzetét a különböző ilyen fő pontokon geopolitikai kihívások, itt több kérdés érkezett, hogy hogy látod az izrael kapcsolatos kérdéseket. Az Európai Unióban is nagyon sok minden történik, ugye már a karácsony csak nagy kedjel lehet karácsonynak nevezni, és Máriát Malinkának kéne. Joe Biden ma bejelent, ma egy érdekes dolgot mondott ugye a templom hegyről, mi akár újjá is lehetne építeni a Jeruzsálemi templomot. Közben geopolitikai szinten is egy csomó forrongás, háborús hangulat vagy háborús küszöb van. de milyen időszakot vársz a következő korszakban, vagy hát a következő hónapban? Harcosat, nehezet, keményet, férfiasat, de nem, nem, akarom, hogy a LMBTQ magára vegye. Nem vagyok nőellenes, ellenes, mert a, 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 nők is nagyon férfiasan tudnak és keményen tudnak harcolni, tehát a férfiasság itt nem ennyire nem. Vannak itt. igazi zrínyílónak. Így van, hála Istennek. Tehát nagyon nehéz évre számítok 2022-es, magyar szempontból is, Izrael szempontjából is, Izraelben is szerintem el fog dőlni végkifejletbe. Fog lépni az Irán és izraeli konfliktus. Nem hiszem, hogy az iráni kormány lemondana a nukleáris fegyvernek az elő, atombombának az előállításáról. Izrael számára ez vállalhatatlan, elfogadhatatlan, Egyesült államoknak a magatartása finoman szólva kiszámíthatatlan, hol így beszélnek, hol úgy beszélnek. Néha úgy tűnik, hogy ö, 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 tudomásul veszik, hogy nem lehet iránt megakadályozni a szándékának a megvalósításában, viszont ö, ö, nagyon helyes, s, s, ö, a, amit a Benet úr is képvisel. Ugyanezt azt képviseli, mint Netanyahu, hogy Izraelnek önmagának kell gondoskodni a biztonságáról, és nagyon helyesen teszi, hogy ezt nem bízza Egyesült Államokra. Hát bizok benne, én imádkozok, hogy Isten tegyen csodát, de hát én szinte azt tudom mondani neked, én úgy érzem, hogy csodával határos dolog lenne az, hogyha az Irán-Izraeli konfliktusnak lenne egy pozitív végkifejlete. De ez akkor tudna megtörténni, hogyha az iráni rendszer megbukna. De hát nem, hogy megbukott, hanem nemrég választották meg ugye egy olyan miniszterelnököt, aki még egy véres szájú, mint az És előző. ugye ezért tartom felelősnek Egyesült Államoknak a külpolitikáját, mert lehet, hogyha az Iránt nagyobb presszió alatt tartották volna, és támogatták volna az ellenzéki mozgalmat, amikor elkezdődött a tüntetés. Biztos, hogy nagy emberáldozatot követelt volna, de lehet, hogy meg lehetett volna buktatni az ajatolláknak a rendszereit. Ehelyett inkább az európai politikával avatkoznak bele, meg itt inkább itt lehet. Hát ha az Európa eset. az uh, kiábrándító, hogy <laughs> <laughs> szó, szó akar mondani. Főleg az a, a mostani új német kormánynak a fellépése, és amilyen programmal jött uh, elő, uh, úgy tűnik, hogy az amerikai progresszívokat nagyon-nagyon meg akarja előzni a német progresszivitás. Tudjuk, hogy ezen a területen a németek mindig érre törnek, szeretnek érre Nagyon-nagyon-nagyon uh, uh, nagy baj lenne hogyha a német dominancia alakulnak ki Európába, illetve ez már megvan, de egy ilyen jellegű német dominancia Eddig gazdasági alá Kérem? Eddig gazdasági alapon volt meg, és azért már nyilván ingatag volt, de azért a nemzetállamok mégis már csak önállóan azért. döntettek. De, de, volt, volt nagy volt mozgástér. De most nézd meg Ausztriában is, Igen. hát gyakorlatilag mészállás zajlik. Igen. Mindenki lemond, mindenki visszavonul. És nem véletlenül mondanak le. És ugye Tehát a, úgy tűnik, hogy csömört kapnak, un, hát undort kapnak a politikai őket. élettől. Ugye a kurc esetében az is lehet, hogy tényleg vannak olyan dolgok, nem? Amivel foglalkozik. Mm, 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 mm. Szóval hadd had legyek szkeptikus. Az a véleményem nekem, hogy, hogy mi, a hatalom körül mindig lehet találni ilyeneket. Miért Magyarországon? soha nem történt ilyen, hogy közménykutatókat manipulálták, vagy nyomtak ki nekik költségvetésből származó összegeket. Igen. És, és, és ez ilyen csak esetleg azt mondják, igen, történhetett, főleg most. Én azt mondom, hogy, hogy ez a kommunizmus ideje alatt is megvolt, és ez a tradíció, ez megmaradt. Tehát ezekkel a a, ezek a dolgok itt, itt kelet-európai élettapasztaló rendelkező emberek számára az, remélem nem botránkoznak meg, de nevetséges, amivel a Sebastian kurszat is megligálták, illetve eltüntették a politikai életből. Mit vársz Magyarországon? Választási év lesz a következő. Lehet látni, hogy azért vannak befolyásolási kísérletek. Orbán Viktor úgy fogalmazott a békemeneten, hogy mi vagyunk a tüske a köröm alatt, és ez azért tényleg egy kicsit így van. Hogy látod Magyarország szerepét ebben az egész helyzetben? Az a helyzet, hogy mindig engem vádolnak a Fidesz-szel való paktummal kapcsolatosan és kell, azt kell, hogy mondjam, hogy az Orbán Viktor a hígyülektével kapcsolatosan mindig korrekt volt. És nem tartozok én a baráti köréhez, tehát én távol Tartom nem lettél NER oligarha. Nem lettél ner oligarha. Nem hát ugye, amiket mondanak, hogy le, le, ugye felvették a házamat, Az a házat is a nem a ner időszakban <laughs> szereztem meg, hanem a, a MSP-szocialista idő alatt építkeztem 11 éve. Tehát akkor fejeződött be, akkor költöztem be. Az építkezés olyan másfél két évig tartott. Tehát pontosan az MSP SDS időben volt meg az a pénzösszegem, amitvel tudtam építkezni, meg ugye hát előtte volt azért egy szintén villának kikiáltott óbodai háza, amit értékesítettem és sokkal nagyobb telekkel rendelkezett. A, a házra ]re azt mondják, telekkel. hogy villa, a villára azt mondják, hogy kastély. És most az, az, az villának mondták, most ez kastély. Hát, tulajdonképpen tényleg jól érzem magamat ebben a házban, mert ezt mi építettük. Ötödik nekifutásra vagy negyedik, azt hiszem. Negyedik vagy ötödik. A lakhelyünk ez, és ezt mi terveztük a feleségemmel és építészekkel együtt, és jól érezzük magunkat. És háldom Istent, hogy megáldott bennünket ilyen házzal. Mi is nagyon örülünk neki. Uh, annak kevésbé, hogy kiteszik az internetre, de ez egy. Hát nem tudom, hogy nem. <laughs> vagy... de 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 sok dicséretet kaptam, hogy milyen szépen. Igen, szép igen. Van. egyébként uh, nekem is ez volt az első gondolatom, mikor ott az átlátszó cikk <laughs> megjelent. Uh, nagyon sok uh, komment. Azóta felment az értéke, mert ugye amikor én építkeztem, és az volt a szerencsém, ugye ne felejtsd el, mikor volt az utolsó gazdasági válság? 2008 körül. Tehát azért mondtam, hogy 11, két évig tartott, 11 éve költöztem be a házba, tehát pontosan a gazdasági válságére. A kivitelező ö, ö, könyörgött szinte, hogy meg tudja csinálni, nem volt munkája. És volt olyan összeg, ami, ami át nem nelkezésemre és ő egy rövid távú kölcsönt adott, hogy csak tudja csinálni. Mert ő fent akarta tartani az, a, a cégét. Szóval akkor ennek az és atom... most fölment az ára, persze. Most, akkor ennek az most atomuságon... már mondják milliárdos. Hát volt, hogy azt mondták, hogy kettő is. Mi? Volt, hogy azt mondták, hogy két milliárd is. Mondtam, azt, azt mondtam akkor, most már gondolkodnék persze rajta, hogy amikor mondták, hallottam, eladnám két milliárdért, bár a feleségem nem ment volna bele, és egészen biztos, hogy egy milliárdért legalább ugyanolyan értékű, a házat tudtam volna, vagy pedig vettem volna egy telket, és még nagyobb házat építettem volna. <gül> <gül> és akkor arra már lehet, hogy azt mondják, hogy város, vagy <laughs> nem tudom. Jöttek kommentek, köszönöm szépen Sándor a szolgálatot. Most covidos lettem, hallgattam a korábbi prédikációkat, erőt adott a, szol a szolgálatothoz erőt egészséget, kitartást kívánok, továbbra is a hídgyülekezetéhez tartozom, írja László. És úgy gyógyítsa meg László is az ő gyógyító ereje szálljon rád, és minden tünet tűnjön, tűnjön el a testedből. És nagyon sokan írják, hogy nagyon köszönik az őszinte beszédet és az őszinte beszélgetést, úgyhogy ezzel kapcsolatban is több üzenet érkezett, illetve jött olyan üzenet is, hogy a, a hallgatónak a személyes ismerősi körében is van több koronavírusra fertőzött ember, és hogy lehetne értük imádkozni, és hát most járvány van, úgyhogy ha a végén így egy imet. Imád... Mennyi atyánk az Úr Jézus nevében könyörgünk hozzá, hogy a te fiad a názati Jézus Kisztus nevét dicsőítsd meg azoknak a testvéreknek és hallgatóknak az életében, akik most szenvednek különböző fizikai betegségektől, fájdalmaktól, illetve koronavírus által vannak megfertőzve. Az Úr Jézus nevében megosztom velük a te gyógyító hatalmadat és erődet, hogy ez a gyógyító hatalom és erő most járja át az ő testüket, és teljes gyógyulást adjon nekik, és tűnjön el a testükből a gyulladás, a láz, és tisztuljon meg a názati Jézus nevében légutuk, légutaik, a légutaik, alsó, felső légutaik, valamint a tüdejük, a názati Jézus nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében legyetek áldottak és egészségesek, a mi Urunk Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Sok kérdésre kaptunk választ, és kívánunk jó egészséget, meg most még mondhatjuk, hogy, hogy boldog karácsonyt. Hasonló, tehát kívánom boldog ünnepeket, kívánok minden hallgatónak. És a kedves hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, nem sok helyre újra találkozunk, viszont letesre, viszont hallásra.